Sok szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, én Lappincs Levente vagyok, mai vendégem pedig Tóth Árpádné Barbara, teológus, kócs. Üdvözlöm kedves Barbara! Köszönöm, hogy itt lehetek. Teológus és kócs, érdekes párosítás. A teológust azt mondom, hogy talán mindenki megérti, még hogyha nem is találkozunk minden nap teológussal, de a kócs egy kicsit olyan egzotikus fogalom Magyarországon még mindig. A kócs tulajdonképpen egy szellemi edzőként is felfogható. És én úgy gondolom, és, és ezt gyakorlom a, a konzultációimon, hogy úgy segítem a hozzám fordulókat, hogy a bennük lévő lehetőségek meg tudjanak valósulni, abba az irányba tudjanak menni, ahová lehet, hogy még nem is tudták megfogalmazni, hogy, hogy mi a céljuk. De, de ezzel a technikával, ezzel az érdekes kérdező technikával nem a múltba indulunk el, hanem egy olyan vágyott jövőbe, amit előbb-utóbb a konzultáción megfogalmazunk, és akkor a segítő kérdésekkel el tud jutni oda az ügyfél. Ha jól értem, akkor ez valamilyen szinten az önismereten alapul? Önismeret is van benne, igen, illetve hát lehet benne útkeresés, útmegtalálás, vagy egy elágazásnál, hogy melyik irányba menjek. Szóval sok mindenről szólhat, de a lényeg az, hogy nem javaslok, hanem, hanem a kérdésekkel tehát nem terápia olyan szempontból, hogy én nem mondom meg a tutit, mivel nem is tudom, hát annyi élethelyzet van, hanem a kérdésekkel ő maga fog rájönni arra, hogy mineki a legoptimálisabb és legjobb út. Terelgeti, hogy, hogy rádöbbenjen, hogy végül is mit igen, akar az élet, tőle egy szituáció. Igen, de az önismeret szó végül is nagyon-nagyon jó ide teológiával, ez majdnem, hogy rokon szakma. Tulajdonképpen azt is mondhatjuk, hogy rokon. Egyébként én abban az iskolában végeztem a kócsképzést is, ahová teológiára jártam, úgyhogy egy ilyen keresztény szemléletű kócsingot tanultam, és mivel már több mint 30 éve keresztény vagyok, megtértem, ezért nagyon fontosnak tartom azt, hogy, hogy az alkalmaimon, a konzultációkon tulajdonképpen egy ilyen belső inspiráció is segítsen és támogasson engem. Tehát nem a, a tankönyvek vagy a, vagy a tudomány szerint támogatom csak a hozzám fordulókat, hanem igen, benne van az én szemléletem, a keresztény szemléletem is. Korábban kettő könyvet már írt ezek ugye nem ebbe a témába íródtak, nem vallásos témába. Az egyik a, a, családról szól, az egyik könyvem, ez száz inspiráló fejezetből áll, tehát ilyen rövidebb fejezetekből, és ebben is tulajdonképpen találhatók versek, tehát ebből a szempontból mondhatjuk idézőjelbe, hogy, hogy ott van benne a vallás, de én inkább a hit szót szeretem. A másik könyvem, az pedig egy 52 hetes napló, amit édesanyáknak írtam, és ebben is vannak olyan hitbeli kérdések, vagy, vagy hit, hittel segítő kérdések, amik tulajdonképpen ugyanebben a mederben, de nem csak keresztény édesanyák használhatják. Igazából a hit mindenben ott van. Igen. A Igen. Hétköznapjainkban, de tényleg akár a természetben is. És most egy másik témát, témát boncolgat, másik témával foglalkozik, ez pedig ugye a, a nagymamává válás. Milyen impulzusok alapján kezdett el ezzel foglalkozni? mentorként most életközepi válságban lévő hölgyeket támogatok, és mivel van két unokám, ezért foglalkoztatott és foglalkoztat ez a téma. És szeretném, hogyha a nagymamaság az egy örömteli dolog lenne, hát a nagypapaság is, de abban nem vagyok azért annyira kompetens. Tehát a lényeg az, hogy a nagyszülőség az egy, az egy öröm is lehet, illetve egy teherként is megélhetjük, és szeretném, hogyha ha örömként élnénk meg minél többen, szeretném, hogyha ha válaszokat kaphatnának azok az édesanyák, akik, vagyis hát leendő nagymamák, akik még csak esetleg vágyakoznak, hogy nagymamák lehessenek, illetve a gyakorló nagymamáknak is lehetnek kérdéseik, és ebben szeretnék egy picit támpontokat adni. Ezért lesz majd egy alkalom is itt Győrben, 20-án az Eszencia Élmény Központban, ahol nagymamákat lendő és gyakorló nagymamákat várunk, hogy ők is feltehessék a saját kérdéseiket, illetve én több kérdésen keresztül szeretném ezt a témát egy picit kibontani. Én nagyon szerencsés voltam, hiszen mindegyik nagyszülőmet ismertem, és nagyon jó viszonyt tudtunk ápolni. Sajnos ma már ez nem annyira általános. Van erre valami kimutatás vagy statisztika, hogy hogy a klasszikus nagymama, vagy inkább mondjuk akkor nagyszülő-unoka viszony még mennyire van jelen a magyar társadalomban? Nem tudom, hogy kimutatás van-e, de ez nem azt jelenti, hogy, hogy nincsen. Szerintem ez egy nagyon-nagyon szép, és szerintem ragaszkodnak ehhez a, ehhez a nagyszülők, a nagymamák és a nagypapák amikor valamit nem gyakorolhatunk, például, hogyha sajnos vannak olyan esetek, amikor a, a fiatalok elzárják a, az unokát a nagyszülők elől. Ez mondjuk egy speciális eset lehet, ilyenkor lehet, hogy mondjuk esetleg jogi útra is terelik a, a nagyszülők ezt a, ezt a nehéz helyzetet, hogy meg tudják oldani. Én leginkább mondjuk egy mediátornak a, a bevonását látnám ebben a, a legoptimálisabbnak, amikor egy harmadik kívülről ránéző fél azon dolgozik, hogy egy ilyen win-win helyzetet hozzon létre, de amikor, amikor gyakorolhatják, tehát nincsen mondjuk egy ilyen nehéz eset, gyakorolhatják a nagyszülői szerepet a nagyszülők, akkor mindenféleképpen élni kell ezzel a lehetőséggel, mert... Mert annyit lehet kapni nagyszülőként, persze adni is. De annyit lehet kapni élményt és, és olyan, olyan fiatalító dolgokat, amik, amik szerintem nagyon jó, hogyha, hogyha szeretettel és szívvel beleállunk ebbe a szerepbe. Említett, hogy akár jogi útra is lehet terelni. Joga van. Látni a nagyszülőnek az unokát, tehát ö, ezt a bíróságon kiharcolhatja. Ö, olvastam erről is egy pár dolgot. Ö, tulajdonképpen. Pro és kontra is megfogalmazódott azokban az írásokban, amiket megnéztem. Nagyon szakértője ennek nem vagyok, de azért mondtam, hogy szerintem sokkal célrevezetőbb és valahol egy ilyen emberségesebb dolog, hogyha egy mediátort vonnak be ebbe, hiszen egy paragrafus vagy egy bírósági végzés sosem fog a szívekben rendet tenni. Az lehet, hogy egy ilyen külső erőszakos dolog, és lehet, hogy hogy azt éppen azért, mert be kell tartani, már, már, nincs olyan jó szájíze az embernek hozzá. Úgyhogy szerintem az alapgondolkodást a fejünkben nekünk nagyszülőknek kell először is rendbe tenni, hogy ez egy csodálatos dolog, és, és nem, kell, nem kell ellenállni. Igen, egyébként, hogyha valakit keretek közé szorítanak, az mindig nehéz. Említette, hogy megfiatalítja a nagyszülőség a nagymamákat. Miért? Vagy hogyan? Szerintem azért fiatalít a, a nagymamaság, vagy a nagyszülőség, mert hogyha így nézek rá, akkor, akkor, az egyszerűen sejtszinten üzeni nekem azt, hogy nem az öregedésem indult el azzal, hogy, hogy nagyszülő lettem. és, és Hát fitté is tehetnek a, az unokák, hogyha például egészségileg meg tudom magamnak azt engedni, Sokat hogy... kell őket kergetni. Kergetni, vagy utánuk szaladni, igen. igen, vagy együtt biciklizni velük. De de hogyha újra elkezdünk mondókázni, hogyha újra elkezdünk énekelni, verselni, estémesét mondani, akkor az agyunk egy bizonyos részének azt üzenjük, hogy az nem csak arra van, hogy például keresztrejtfényt fejtsünk, vagy horgoljunk, hanem igen, lehet ebben a vidámkodásban megfiatalodni, és, és lehet, hogy a testünk az öregszik, de, de ez, ez olyan, mint egy ilyen fiatalító vagy ránctalanító szérum azzal, hogy a lelkünket megfiatalítjuk. És szerintem, hogyha megvonjuk ettől magunkat, akkor, akkor igen elindulhatunk a, a gyorsabb öregedés útján. Egy agykutatónál olvastam egyszer, hogy, hogy akkor kezdődik az öregedés, amikor valamire azt mondjuk, hogy én ehhez már öreg vagyok. Tehát, hogyha úgy gondoljuk, hogy, hogy öregít bennünket ez a, ez a csodálatos szerep, akkor, akkor hamarabb fogunk öregedni, úgyhogy fiatalítsuk magunkat az unokákkal. Most egy kicsit megijedtem, mert nagyon sok dologra mondtam ezt az elmúlt időszakban, <laughs> nagyon, tényleg nagyon sok dologra, de természetesen minden olyan dolgot meg is csináltam, amire azt mondtam, hogy már öreg vagyok, úgyhogy akkor talán még nincsen nagy probléma. De manapság nagyon sokan ö, költöznek, akár az ország egyik végéből a másikba, vagy, vagy, vagy akár külföldre is, és nyilván ez nehézé, nehezebbé teszi azt, hogyha, hogyha, találkozni akarnak a nagyszülők az unokákkal. Azért ez egy e, elég nehéz helyzet. Nem tudom, hogy, hogy ezt, ezt mennyire lehet áthidalni. Nekem a családban is van én, akik, akik ö, Hát külföldre kell, hogy kiárjanak az unokához, és az bizony több száz kilométer, vagy esetenként több ezer is. Azért így nehéz nagyszülőnek lenni, gondolom. A, a távolságra mondhatjuk azt, hogy ez kevés, mondhatjuk azt, hogy sok, túl kevés, vagy túl sok. De hogyha, hogyha elmossuk ezeket a távolságokat a fejünkben, a gondolatainkban, akkor akár a nagyon közeli, akár a nagyon távoli kapcsolatokat is meg lehet élni jól. Mit értek ez alatt, vagy ez gyakorlatban nálunk például milyen? Amikor a, a két unokánk másfél év különbséggel született, akkor a lánya még Szegeden laktak, ugye az Győrtől 300 kilométer. Már közelebb költöztek, már csak 200 kilométerre laknak, de mégis úgy érzem, hogy nekem ez sok. Ez a, ez a 200 kilométer. Van ott helyben egy csupaszív nagymama, tehát van egy közeli nagymama is a, az unokák számára, illetve a lányom számára, aki. Ezt vidékre egyébként úgy szokták hívni, hogy a nagymama, meg a messzi mama. Igen. <laughs> De de ez a 200 km sok ahhoz, hogyha sütök egy süteményt, akkor, akkor annak a felét levágva elvigyem, és ott legyek egy fél órát, vagy egy órát. Tehát mi inkább azt gyakoroljuk, hogy több időt vagyunk együtt, tehát több napot vagyunk egyszerre együtt, és hát nem olyan sűrűn sajnos, de Akár a több ezer kilométeres, tehát a másik földrészen lévő nagymamák esetében is, azért most már vannak olyan technikai vívmányok, hogy lehet ugye ö, bármilyen... Skypolni akár, videócsatelni, Igen, akár esti mesét is lehet így olvasni. Egyszer volt egy ilyen reklám is a tévében, hogy a nagymama ugye így olvasott mesét. Ö, tehát meg lehet ezeket is fogni. A, a nagyon közeli részek, vagy a nagyon közeli la, ö, együttlakásnál lehet, hogy egy házban lakik valaki, akkor azt kéne talán figyelembe vennünk, hogy ne sértsük a másiknak az intim szféráját, illetve ne folyjunk bele egymás életébe úgy, mint az amőba például. Tehát az nem jó. Mindenkinek legyen ö, ö, egy, egy olyan határtudata, hogy ha egy utcában is lakunk, akkor is tudom, hogy hol van a csengő. Hogyha kaptam is például lak, lakáskulcsot, vagy kapukulcsot, akkor ne arra jöjjenek haza a fiatalok, hogy én Közben ablakot pucoltam húsvétra, mert lehet, hogy még kiláttak az ablakon. Tehát tudnom kell, hogy hol vannak a határok. És a szeretet azért sok határt elmos, vagy, vagy, vagy az élét elveszi, de mégis tiszteletben kellett tartanom a, a másiknak a, a, az életét. Igen, és ezek a határok elég nehezen betarthatóak, hiszen legtöbbször, mivel szerettünkről van szó, már csak akkor emlegetjük meg őket, amikor már régen átléptük mind a ketten. Tehát, amikor már megvan a konfliktus helyzet, ugye erre szokták azt mondani vidéken, hogy úgy kell költözni, hogy az anyós ne tudjon átmenni papucsba még, de hogyha kell, akkor tudjon segíteni. Viszont mi van akkor, hogyha relatív ideális a viszony, tehát a távolság is, de teljesen más szemléletbe szeretné nevelni a szülő az ő gyerekét, mint ahogyan nőt nevelték a nagyszülők. Én mindenféleképpen azt tartom, és ezt is gyakorlom, hogy, hogy én nem hozhatok olyan döntést, ami például, hogyha az unokámmal együtt vagyok, ami, ami szöges ellentétben áll azzal, ahogy a szülők például egy értékrendet képviselnek, vagy valamilyen írott vagy íratlan családi kódexben az le van fektetve. Tehát... Mondjuk a lányomékkal ez, ez, nagyon könnyű, mert ők is keresztények, tehát az, azonos értékrendeket vallunk, de, de lehetnek olyan esetek, bármikor adódhatnak olyan esetek, hogy nem értek egyet, akkor a, az én házam, én várom elven. Tehát jó, hogyha tudom azt, hogy az az ő döntésük az unokával kapcsolatban, akármilyen nevelési vagy, vagy egyéb kérdésben, és akkor Javasolhatok. Lehet, hogy kikérik a véleményemet, lehet, hogy nem, lehet, hogy nem is javasolhatok. Szóval ezek nagyon ö, olyan élen táncolós dolgok, hogy, hogy a kapcsolat ne romoljon meg, de szerintem kellő bölcsességgel, illetve azzal a fajta ö, szeretett kapcsolattal, bizalmi kapcsolattal, amiben, amiben vannak jó beszélgetések, ott ezeket át lehet beszélgetni. Igen, nagyon fontos az azonos értékrend, ez biztos, de alapvetően, hogyha mondjuk szabad elvűbben nevelik a gyereket, én meg mondjuk egy kicsit vaskalapos nagypapa vagyok, mint amilyen majd lehet, hogy leszek egyszer, rá szabad nekem szólni a gyerekre? Vagy ne adj Isten, hogyha hozzányúl a kés ez, ami még nem való a kezébe, akkor rácsaphatok a kezére? Ha a testi épségét veszélyezteti valami, akkor mindenféleképpen a rászólhatok és a rácsaphatok között is ugye már van azért különbség. A rászólhatok mindenféleképpen, a rácsaphatok nem biztos. Ha csak én vagyok vele, akkor 101%-ban az én felelősségem, és akkor lehet, hogy nagyon hirtelen mondjuk oda is csapok a kezére, de nem gondolom, hogy ez lenne a megoldás. Más az, amikor együtt van a család, tehát több generáció együtt van, Ilyenkor szokott az lenni, hogy mindenki figyel a gyerekre, és senki nem figyel a gyerekre, mindenki azt gondolja, hogy a másik figyel rá, és lehet, hogy már csak a sírást halljuk. Ö, tehát, ö, hogyha, hogyha szabad elvűben nevelik a fiatalok, akkor mi az a határ, amiről én úgy gondolom, hogy szeretnék szólni, hogy a gyereknek a kárára van, bármilyen értelemben. De hát itt is ugye pontosan mi az, hogy a kárára van. Lehet, hogy én úgy gondolom, lehet, hogy ők nem. Hogyha már a gyereket fényjel táplálják, akkor mindenféleképpen ö, kell, hogy közbeavatkozzak. Nem tudom, ö, ezek, ugye az alkalom ö, szüli ezeket a beszélgetéseket, de az nem jó, hogyha az szűnyeg alá söpörjük, mert akkor gyűlnek bennem azok a, azok a sértettségek, vagy azok a ö, ki nem mondott szavak, amik később esetleg robbanhatnak. Úgyhogy szerintem jó ezeket átbeszélni. Élni. Még akkor is, hogyha tényleg nagyon sok dolog... Igen, még hogyha akkor nehéz akkor vajon. is, igen. Tehát a legfontosabb ezek szerint az, hogy ne is telepedjen rá a nagymama, nagypapa a szülőkre, viszont ugye van a másik véglet, amikor meg esetleg ők zárkóznak el. Nagyon sokszor hallottam ezt, hogy nem nekem csináltatok gyereket. Tehát amikor a fiatal házasok még esetleg élni akarnak, bulizni, szórakozni, nagyokat utazni, amivel nyilván nincs is baj, csak mondjuk nem lehet megcsinálni úgy, mint amikor még gyermek nélkül voltak mondjuk évente hatszor. És folyamatosan rábízzák a nagymamára, aki örül, hogy ott az unoka, de nem mindig. Amikor egészen elzárkózom attól, hogy én nagymama legyek, akkor valószínű, hogy, hogy lehetnek olyan mondatok, hogy, hogy nem az én gyerekem, vagy nem nekem szülted, vagy, vagy hasonló mondatok. Ezek például lehetnek a, a fájdalom gyökerei a, a fiatal szülőkben, leginkább az édesanyában. Tehát ezt talán nem az unoka sényli annyira meg ezt a nagymama gondolkodást, vagy nagyszülői gondolkodást, hanem inkább az édesanya, aki nem érti, hogy az ő szeme fényét hogyan nem lehet szeretni, és hogy miért nem akkor az a nagymama együtt lenni a, az unokával, a, ugye a kapcsolódás sem ö, jön létre. A nagymamáknak lehet, hogy ilyenkor egy ilyen ö, megkeményedés volt az ő saját életükben, akár az ő édesanyjával kapcsolatban, vagy a nagymamájával kapcsolatban, tehát lehetne esetleg itt foglalkozni ezzel a nagymamával. Hogyha a másik véglet van, hogy mindig ott vagyok, és ö, és... Uh le se lehet vakarni engem már a családról, lehet, hogy nem is az unoka miatt megyek, hanem hogy mindent lássak és mindenbe beleszóljak, akkor ezeket a nagymamákat pedig szépen le lehet építeni. Itt nem a fájdalom, ahogy az előbb beszéltem róla, hanem inkább a harag az, ami megjelenhet, és még a, a fiatal párnak a, a házasságára is rátelepedhet az, hogy, hogy, hogy a, az anya vagy az anyós mindig ott van, de hát lehet, hogy az, a, az apák és az apósok is lehetnek ilyen helyzetben. Szóval le lehet ezeket a ezeket a helyzeteket nagyon szépen építeni, kellő bölcsesség kell ehhez is. Egyszerűen tudni kell meghúzni a határokat, azokat betartani és betartatni, még hogyha oly fájdalmasak is, nem kell, hogy kulcsa legyen ennek a nagymamának a, a családházához, és és hát tényleg valahogy megtartani azokat a távolságokat, amik, amiken a, a, nagymama majd észreveszi magát. Mondanám azt, hogy nagyon hasznos, hogyha ilyenkor kívülről ránézünk magunkra, mint nagyszülők, hogy De mi... ez nagyon nehéz. De ez lehetetlen. Tehát, hogyha akkor úgy, gondol, hogyha úgy gondolkodom, hogy nem nekem szülted, és úgy gondolkodom a másik végletben, hogy minden napot kell lennem öt órát, akkor én nem tudok magamra ránézni. Ez mondjuk igaz mennyire terhelhető le egy nagyszülő? Tehát oké, okay, hogy segít, de mi van, hogyha tényleg azt csinálom, hogy jó, hát én, én nem akarok foglalkozni a gyerekkel, mert van egy, van egy anyám, vagy van egy édesapám, az majd foglalkozik vele. Tehát ezt is valahol meg lehet találni, ezt a határt? Vagy, vagy hajlamos az ember elmenni ebbe az irányba? Meg kell találni ezt a határt, hiszen a nagymamák azok bár még csak kettő és három évesek az unokák, de szerintem a nagymamák arra vannak, hogy az unokával vidánkodjanak. Nagyon jó, hogyha ha, ha vigyáznak olyan esetekben az unokákra, hogy most segítség kéne, de de elsősorban ne azért tegyünk együtt az unokával, mert segítenem kell, mert egy babysitter kell hanem mert a szeretném. lányomnak, a menyemnek, hanem mert szeretnék az unokákkal közös időt tölteni, minőségi időt tölteni, kapcsolódni. Szeretném, hogyha együtt nevetnénk. És... És, és ezeket az időket, hogyha ha nem ragadom meg, akkor, akkor, akkor valami elveszett. Úgyhogy Mindenhez kell a bölcsesség, mindenhez kell a gyakorlat. Szerintem az elmélet, hogyha más nagymamákkal beszélgetek, hogyha cikkeket olvasok, hogyha, hogyha ilyen beszélgetéseket hallgatok, valami gondolatot bennem elindíthat. De a, a saját életemben, a saját unokámmal való kapcsolatomban ott abban a helyzetben fog kiderülni, hogy hogyan működnek a dolgok. Említette, hogy a nagymamának vidámkodni kell elsősorban a gyerekkel. Én nagyon sokszor hallani azt a sztereotípiát is, hogy a nagyszülő dolga az, hogy kicsit elrontsa, elkényeztesse a gyereket. Ez is egy konfliktus forrás. A, az elkényeztetés szerintem nem egy olyan dolog, amit, amit úgy nagyon meg tudnánk határozni egyetemesen, hiszen ehhez nagyon jól kéne tudnunk azt, hogy hogyan definiáljuk magát azt, hogy, hogy el van kényeztetve egy unoka. Lehet, hogy, hogy jó az, hogyha a, a nagymama egy picit elkényezteti. Hát a picit alatt is ugye mit értünk az unokát, mert mert ebből szerintem az unokának nem származik hátránya addig, amíg mondjuk nem a, a, a személyes testi épségét veszélyezteti valami, illetve hogyha ha nem megy szembe azokkal a szülői értékekkel, amiket, amiket a szülők lefektettek, hogyha ezzel nem ellentétes az, hogy a nagymama, a nagypapa elkényezteti az unokát, akkor szerintem ez, 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 belefér, és ez szerintem egy jó dolog, hogy, hogy azt adom, amit tudok adni. Tehát, hogy azt, azt szívből adom. És, és, hogyha azt, azt nem adhatom, mert az egy elkényeztetés már, akkor, akkor tudnom kell, hogy mikor estem átaló túlfelére. Szerintem a, az, hogy egy nagymamának tele van a hűtőszekrénye turorudival, ez, ez nem, egy, nem, egy, rossz dolog, és boldogtalan vagy sikertelen felnőttek sem szerintem, tehát nem, nem róják fel a nagymamának azt, hogy, hogy, hogy megkapták például azt a nagymama süteményt, amit ugye csak ott ettek, úgyhogy ez egy nehéz kérdés, de szerintem tényleg legelőször azt kéne definiálni, hogy mi az, igen, hogy elkényeztetem. Igen. Igen, tehát nyilván megsüti a kedvenc sütit, de nem tud vele leülni a játékkonzoron játszani ellene, tehát akkor, akkor, tényleg azt adja, amit, amit tud. Van-e ideális életkor a nagymamává váláshoz? Ideális életkor az, amikor az unoka megszületik. Tehát amikor amikor nagyszülők leszünk. Ö, inkább azt mondanám, hogy nincsen nem ideális életkor, illetve hogy nincsen ö, nem megfelelő időpont. Hogyha úgy gondolkodom, mint nagyszülő, hogy hogy ez egy ö, nem megfelelő időpont, ö, nem az ideális életkorban vagyok, mint, mint nagymama, akkor. Ö, akkor ellenállok, akkor valamivel ö, ellene megyek annak, aminek már örülhetnék. Olyankor jönnek a nem nekem csináltatok gyereket. Igen, például, Mondhatok. igen, az is lehet. Tehát, hogyha, hogyha ellenállok, akkor sok dologtól, sok örömteli dologtól fosztom meg magam, és újra azt mondanám, hogy az unoka meg fogja kapni esetleg a másik nagymamától, vagy az édesanyjától, vagy a szomszédtól, vagy az ovonénitől azt, hogy, hogy szeretik, hogy kapcsolódnak. Magamat fosztom meg ilyenkor, amikor nem állok bele ebbe a szerepbe, és, és például vádlás alá helyezem a fiatalokat, hogy túl korai, túl késői, kioktatom őket, vagy, vagy sajnáltatom magam, hogy most már akkor elkezdek ezáltal ugye a, a, az öregség útjára lépni. Tehát jó, hogyha ha senkit nem okolunk, hanem, hanem, egyszerűen örülünk annak, hogy együtt lehetünk az unokával, és élvezhetjük azt. Érdekes, hogy említett, hogy sokan úgy gondolják, hogy még túl korai. Viszont ugye megint ott a másik véglet nagyon sokszor hallani, hogy jaj, hát legyen már unokám, de hát még a fiam, lányom még mindig nem, mert még, mert még karriert építenek. Ez az amaz, ugye kitolódott a gyerekvállalás időpontja. Igen, nemrég olvastam egy nagyon friss KSH felmérést arról, hogy, hogy mi az átlag életkor az első szülés alkalmával a nőknél, és ez kicsivel volt több mint 29 év talán 29,4 ami azt jelenti, hogy igen, nagyon későn vállalnak a, az édesanyák először szülést, és ez a, a 22-es évhez, ez a 23-as adat, ez, ez még inkább emelkedett. Azzal, hogy, hogy ez, ez kitolódott, lehet, lehet, a nagymamákban egy, egy feszültség, az előbb említett vádlás például. De hogyha 40 évesen leszek nagymama, és azt gondolom, hogy az egy, az egy idő Ideális kor, akkor, akkor abban békességem van, és akkor ö, úgy tudom ö, a nagymama szerepet megélni, hogyha ö, 70 évesen leszek először nagymama, és annak örülök, és beleadok mindent, és úgy kezdek el mondókázni, lehet, hogy már nem szaladok a, a, a bicikli után, akkor pedig, ö, akkor pedig annak örül az unoka, és a, a lányom, vagy a menyem, Tehát a, ezzel a kitolódással lehet, hogy ö, úgymond később születnek a nagymamák is, de de az idő az, az, nem számít ebben a témában szerintem, hanem a, a, szívem, amit beleadok. És egy dolgot még talán nem szabad elfelejteni, hogy régen ugye több generáció élt együtt, a, hát mondhatni paraszti világban, és amíg az édesapa, édesanyja a földön dolgozott, addig csak a nagyszülő nevelt, ezáltal ugye több generációs tudás átkerült, vagy került a gyermek birtokába, ne fosszuk meg a gyerekeket attól a tudástól, amit tudnak adni a nagyszüleik. Igen, az a tudás, amit tudnak adni, az akár indirekt, akár direkt módon is létrejöhet. Tehát például, hogyha egy kosárfonást ismerő nagypapa azt mondja az unokának, hogy gyere, megtanítalak, az is nagyon jó. De én inkább azokra az indirekt és ellesett dolgokra helyezném a hangsúlyt, hogy egy, egy nagyszülő, egy nagymama, egy nagypapa hogyan éli meg például a, a, a betegséget, vagy a gondoskodást, vagy a segítségnyújtást. Csak azzal, hogy otthon tevékenykedik, vagy ők mint nagyszülők hogyan szólnak egymáshoz. Tehát ezeket az életből ellesett dolgokat nagyon fontosnak tartom. Például aposomnak van egy tangóharmonikája, és úgymond direkt módon egyik unokát sem a hét közül nem tanította meg tangóharmonikázni, de amikor előveszi a hangszert, és ez gyakran van, akkor még a 20 éves unokák is annyira élvezik, hogy és látva ezt, szerintem ez nagyon nagy élmény, és ez is egy tudás átadás. Nagyon szépen köszönöm Tóth Árpádné Barbarának, hogy eljött hozzánk, a kedves hallgatóknak pedig köszönöm a figyelmet, na viszont hallásra!